Hello, Szeged365.hu family tagok, itt vagyunk a Cédrus Liget lakóparkban. Elképesztően sokan írtatok, köszönjük szépen nektek arról, hogy tulajdonképpen mire vagytok kíváncsiak a Cédrus Liget lakóparkkal. Szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy mindenkit, leginkább szegedieket, ugye a zöld Szeged szerelmeseit egyértelműen a geotermikus fűtés érdekel, illetve nagyon fontos az is, ilyenkor, bocsánat az őszinteségért meg szoktam jegyezni, hogy a geotermikus fűtést azért is szeretjük, mert kevésbé látszódik ugye a számlánkon, és biztonságot is ad. De ne én mondjam ezeket a dolgokat, hiszen itt van velem Kóbor Balázs, szervusz! Szervusz, szervusz! Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Annyit szeretnék, közben egy kicsit sétálunk is, mert nagyon szép itt a környezet, hogy geotermikus fűtés, ugye Szeged, folyamatosan halljuk, hogy minél nagyobb százalékban áll át erre, viszont azért lakóparkról égén nem hallottam, hogy geotermikus fűtést épített volna ki. Való igaz, ez egy fehér holló szerintem országos tekintetben is, hogy egy egész 600 lakásos lakóparknak geotermikus fűtése van, de azt kell mondjam egyébként, hogy ez a jövő. Azért Szeged gyakorlatilag predesztinálva van a geotermikus energia használatára. Nagyon sokszor elhangzott már, hogy alattunk körülbelül olyan 1600-2000 méter mélyen egy olyan vízbázis van, egy felső panon homokkőnek nevezett kőzetben tárolva, amit hát az Isten is arra teremtett, hogy energiáját használ. Más városoknál ez nincs meg egyébként, vagy nem kutatták még lent, tehát hogy ennyire jó Szeged, tehát az égiek Szeged, is tudták, hogy itt kell város. Szeged kiemelkedően jó magyarországi tekintetben, de egyébként Magyarország is, hogyha ránézünk Európa geotermikus térképére, akkor azt tapasztaljuk, hogy természetesen mondjuk Izlandon, Törökországban, Toszkánán, de akár a Párizsi medencét is mondhatom, minden esetre elsősorban a vulkanikus és posztvulkanikus területeken hatalmas mennyiségű melegvíz tárolódik, és nyilván ezt a vulkánikus energia fűti. Ahogy említettem, mondjuk Párizsi medencét, vagy akár München környékét, az sokkal jobban hasonlít a magyarországi viszonylatokra, mert azt mondja, hogy magyarországi geológiai viszonyokra ugye nem az a jellemző, hogy vulkánjaink lennének, hanem azt jelenti, hogy valóban ezekben a fosszilis, sok millió évvel ezelőtt tárolódott víztároló kőzetekben hatalmas mennyiségű hő is koncentrálódik. Többen kérdezték a Szeged 365-ön keresztül, hogy oké, de ez mennyire fenntartható, mert mondod, hogy van víz, kinyerjük, és akkor megint egy kicsit azt az érzetet kelt, hogy kihasználjuk a földet, ezt az energiát, vagy ez azért fenntartható, van ennek egy körforgása, ezt ki lehet alakítani valahogy? Ez a lényege, hogy körforgása legyen, tehát az, hogy melegvizet termeljünk ki a föld alól, és aztán elenged miután az energiatartalmát hasznosítottuk, ez önmagában nem lenne egy marsraszállás, és talán nem is felelne meg a 2022-es év kihívásainak, hogy a zöld fordulat előtt áll gyakorlatilag az egész világ, és hát az elmúlt fél évnek az energiapiaci helyzetéből adódik, hogy nyilván olyan alternatív energiaforrásra kell áttérni, ami fenntartható. A fenntarthatóság záloga az pedig az, hogy a kitermelt termálvizet azt vissza is kell juttatni azokba a kőzetekbe, ahol ez a visszasajtolás. Ez a visszasajtolás. Ez úgy történik Szeged esetében is, de egyébként tágba környezetben, Magyarország más helyszínen, és hát a világon gyakorlatilag mindenhol, ahol fenntarthatóként kezelik a geotermikus energiát, hogy kitermelik jelen pillanatban Szegedről olyan 2000 méter mélyről a geotermikus fluidumot, a termálvizet, lefűtjük vele azt, amit le kell fűteni, jelen esetben mondjuk a Cédrus lakóparkot, vagy egyébként a Szegedi Távfűtő Kft. Ingatlan rendszereit, és miután megszabadítottuk az energiatartalmától, akkor ugyanezt a vizet el kell helyezni 1800-2000 méter mélyre ugyanabba a víz tározó kőzetbe, ahonnan azt kitermeltük. És hogyha ezt megtesszük, akkor természetesen unokáink, ükunokáink, meg hát mindenki, aki később korokban él, és ezt is használni ugye fogja nem tudni. Szennyezzük a levegőt, természetesen, és nem használjuk ki a földet. Ez nagyon tetszik, ugye a szegedi polgárokra, a Szeged365.hu olvasóira is ez egyértelműen jellemző, hogy szeretjük Szegedet, és gondolunk akár az unokáink, unokáira is, hogy ez a város igenis ragyogjon, úgyhogy ez egy nagy dolog. Egy személyes kérdés neked, honnan van ez a tudás egyébként, mert azért egy speciális ez a terület. Hát én geológusként végeztem, annak idején itt egyébként a Szegedi Egyetemen, és hát gyakorlatilag már 20 éve foglalkozunk geotermikus rendszereknek. Akkor ez neked nagy siker, nem ilyen lelkileg is, hogy pont Szegeden sikerült megvalósítani? Hát egyfelől igen, másfelől meg ha belegondolunk abba, hogy azért kellett ehhez 20 év, akkor ez egy kicsit... De most már itt vagyunk. Mindig el szoktam mondani, hogy ez a Szeged környéki első geotermikus hasznosítások az 50-es évekre datálódnak. Tehát ez egy szentes környéke, mint délföldi régióban, agrárcéllal 1954 óta termelnek egyébként termálvizet. Üvegházakat fűtöttek. Igen.
A probléma az volt, hogy egészen a 90-es évekig ezeket nem sajtolták vissza. Tehát ezeket a termál fluidumokat, amelyek ezért valljuk be ásványi nyersanyagokban is igen gazdagok sajnos, és ezek az ásványi oldott anyagok nem minden esetben károsítják a természetet. Így van, ezeket vissza kell sajtolni, és a 90-es évek derekától indult meg egy nagyon-nagyon lassú folyamat, ahonnan egyébként az a geotermikus energia valóban fenntarthatóbbá bír válni. Nyilván ehhez kellett egy technológiai fejlődés is, de hát a környéken egy több város használ meg geotermikus energiát, de valóban Szeged az első olyan város Magyarországon, és azt gondolom, hogy közép-európai viszonylatban is, ahol a teljes kitermelt vízmennyiség egyébként nyilván bizonyos fenntartási, karbantartási időszakoktól eltekintve visszakerül a föld alá. Ez egy óriási, nem igazi óriási technológiai áttörés, és még nem is nekünk nagy siker, hanem a környezetnek egy nagy siker. Meg az, hogy sikerült elérni. Meg az, hogy sikerült elérni, valóban. És hát ugye ez... Hol másholna nem ezen a szép igen, igen, és hát ez a Cédrus lakópark ugye egy nagyobb energetikai rendszerbe kapcsolódik, tehát nem csak önmagában ez a 600 lakás kap geotermikus energiát, hanem itt azért 9 nagy geotermikus rendszer fog működni jövő év végétől a városban. Most jelenleg pillanatban most már 6 rendszer működik, és van 2 korábbi geotermikus rendszer is, ami az egyetemi ingatlan rendszereket fűti, és ez a Cédrus lakópark sem csak a lakóparkot fűti a geotermikus rendszerével, hanem egy nagyobb energetikai rendszernek része, például a polgármesteri hivatalt, például a megyeházát és a környéken lévő távfűtéses épületeket is fűti magas hőfokon, majd az ott már elhasznált energiatartalmától megszabadított termálfluidum érkezik a Cédrus ligetben, és ha úgy tetszik, egy megspórolt hulladék hőtartalommal még képes lefűteni ezt a 600 lakást is, így tehát az itt mélyült kitermelő kútból kitermelt minden energia hasznosul. Ennél zöldebb energia akkor nem. Jelen pillanatban nem. Viszont egy dologra még szeretnék kitérni, hogy mutatjuk a Szeged365.hu olvasóinak is, hogy azért vannak gázkazánok is bekészítve. Hogyne. Erről csak egy 2 mondatot, hogyha mondanám. Technológiai backup, tehát háttér, tartalék, az, hogy jelen pillanatban egy geotermikus rendszert nem lehet úgy megépíteni, hogy ne vennénk figyelembe a környezetnek, a geológiának a sajátosságait, ez alapvetés, ami azt jelenti, hogy bizony egy-egy kitermelő kúthoz, visszasajtoló kúthoz időnként hozzá kell nyúlni, azt ki kell takarítani, normális karbantartás. Amikor karbantartás van, akkor a biztonság, meg hogyha bármi történik, abszolút, a rendszereted. Mondhatjuk azt, hogy akkor a geotermikus fűtés itt Szegeden, a Cédrus liget lakóparkban is, egyrészt biztonságos, mert folyamatosan van. Elnézést, hogy megint hangsúlyoznám a költségeit. Ugye ez, amikor elkezdted, gondolom, még 20 éve ezt a harcot, hogy legyen ilyen, akkor még annyira nem is a pénz volt a lényeg. Nem ez volt az elsődleges. De most látjuk igen. Azt, hogy egyébként mennyire aktuális és teljesen véletlen, de egybecsengett ez a dolog. Úgyhogy pénztárca barát is, mondjuk őszintén, ami azért nagyon-nagyon fontos. Illetve amit említettél, tehát zöld energiáról beszélünk, talán az egyik legzöldebb energiáról jelen pillanatban. Úgyhogy hát ennek nagyon örülünk, hogy itt van Szegeden, és csak azt kívánom, hogy ezt a jó példát akkor többi város is vegye át, és a többi lakópark is. Azon leszünk, és hát vannak pozitív jelek egyébként, tehát azért most egyre inkább... Egynek sukszol, amit titkolt a Szeged 365 olvasóinak, hogy az melyik város... Hogy mi? Hogy melyik város az, aki esetleg már kacsingat. Meg gondolom azért keresnek meg téged nagyon sokan, hogy nagyon sok helyről, tehát mostani energiapiaci helyzetben gyakorlatilag pezsgés következett be a geotermikus piacon, és természetesen most egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az energiaforrás, amit használunk, az legyen import független, rettentő fontos, legyen helyi, és persze legyen környezetbarát, és ahogy mondtad egyébként, az ára is legyen kedvező, mert meg kell mondjam, hogy a jelenlegi gázpiaci helyzetben olcsóbb energiafajtát csinálni, mint a gáz, az most viszonylag könnyű, mert az egekben van a gáznak az ára, de egyébként vannak geotermikus sikerek, tehát akár a környéken, akár Szentes, akár Mórahalom, Makó, abszolút Csongrád, tehát azért használnak itt geotermikus energiát. Csak ilyen komplexen nincs. Ekkora méretben nem. Magyarországi méretekben talán Miskolc és Győrnek a geotermikus hasznosítása az egy hasonló méretű, de azért azt el kell mondani, hogy ekkora távhő átalakítási projekt, mint ami Szegeden történik, 9 geotermikus rendszerre, és amelynek része egyébként a Cédrus liget fűtése is, ekkora nincsen Európában, hát azzal szoktak példálozni, hogy Reykjavik után a második. Ezt mi is megírtuk. Így van. A Reykjavik azért az egy jóval nagyobb, ezt kell mondjam, és egyébként vannak olyan helyszínek, mint például a Párizs környéke, ahol sokkal-sokkal több rendszer fűt egyébként, sokkal nagyobb ingatlan rendszereket, de való igaz az, hogy a szegedi távfűtési rendszernek az
az átalakítása az Reykjavik után a legnagyobb ilyen átalakítási projekt. És még egy nem beszéltük meg, de még utoljára egy ígéretet szeretnék kérni tőled, ha szabad, hogyha a Szeged 365 olvasóinak bármilyen kérdése van, akkor engedd meg, hogy azt elküldjük neked, és mint szakértő megválaszolom. Ez természetes, minden ilyen kérdésre válaszolom. Szépen, köszönöm szépen. Sziasztok! Cup chai, made them can't cup cry. Had to buy a drink and chai, but penny down, you can't let me buy.